Itt vagyunk Hoklakában, vagy Hoklakánál. Természetesen látszik a monostor, vagy igen, monostor. Itt építettek, ez egy új olasz restaurant, étterem. Ez új. Ezt a részt is nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó hangulata van. Persze megint erős a szél, úgyhogy visszazavarja a felvételt. Innen is nagyon-nagyon szép a naplemente. Nem látszik, várjunk csak. Van egy kis ilyen félkör, de azt hiszem itt nem látszik. Majd mikor motorral megyek fölfelé napnézésre, akkor majd fölveszem, csinálok egy fotót. Nagyon szeretem, mert nagyon érzékelhető a tenger ereje itt. Hát most jó, nem úgy, de azért szépen a hullámok, ahogy elérik a partot, ugye ezt a köves részt is, ahogy neki csapódnak. Nagyon hangulatos. Kicsit nem beszélek, hogy a hullámokat talán lehet hallani, az óceán hullámzását. Láttam már fürödtek emberek, de nem nagyon szoktak, mert azért nagyon köves, tehát eléggé sziklás köves, és nagyon verdesi a partot, a hullám elég erőteljesen. Úgyhogy nem igazán fürdős terület. Ott megy a út föl. Felszett még az út, látszik, hogy föl kell mennem. Szép, igaz? Nagyon szeretem Hoklakát is. Nagyon erőteljes itt is a atmoszféra, nagyon kellemes. Ciao.